Közlekedési napharcagon hogyan vásároljunk ingatlant? Mire jó a lakásbiztosítás? Tiszafüredi Pálinka Mustra. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2017. december 5-én 18 óra 5 perckor. Robotos közlekedési napot tartott a Városi Sportcsarnokban a Györfi István Katolikus Általános Iskola első-második osztályosai számára a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság megyei balesetmegelőzési bizottsága. A gyerekek Robot Robival együtt táncolhattak, tornázhattak. Robotos közlekedési napon vettek részt a Györfi István Katolikus Általános Iskola első-második osztályosai. A megjelenteket Tóth Éva rendőr törzs zászlósa, a Karcagi Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztály baleseti helyszín elővizsgálója köszöntötte. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottságától kaptunk próba céljából egy rendőrrobotot, hogy ezzel járjuk az iskolákat, óvodákat és közlekedési szempontból gyermekeket oktassuk, tanítsuk, és ez a kis robot segíti a mi munkánkat. A diákok már jártak korábban a karcagi kapitányságon, és megismerkedtek a kis robottal, mely a rendőrök közlekedési oktató munkáját segíti. Itt kérték meg a gyerekeket, nevezzék el a segítőt, aki végül a Robot Robi nevet kapta az iskola első osztályos tanulójától, Horváth Juliannától. Ezért ő most vette át ajándékát Tóth Évától, iskolája pedig a megyei balesetmegelőzési bizottságtól ezt a rendőrségi napot kapta ajándékba. Ők voltak a névadók. Egy alkalommal voltak bent a rendőrségen, a rendőrség munkájával köztük a baleset helyszínésre is ismerkedtek. E során kértem meg a gyerekeket, hogy gondolkozzanak egy frappáns néven, hogy mit lehetne adni ennek a kis robotnak, és az egyik kislány által adott nevet választottuk ki, amely Robot Robi lett. Így a kis robotunkat Robot Robinak hívják, és ebből az alkalomból a főkapitányság úgy döntött, illetve a balesetmegelőzési bizottság úgy döntött, hogy az iskolának ajándékképe egy közlekedési napot szervez. A négy osztály tagjai számára Kálmán Amanda rendőr százados, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály és Erdős Csaba az osztály előadója, valamint Tóth Éva kerékpáros ügyességi versenyt, közlekedési totót, társasjátékot hozott, és Robot Robival együtt táncolhattak, tornázhattak az alsósok. Négy helyszínt csináltunk, négy osztály van, két első osztályos és két másik osztály. Van egy helyszín, ahol kerékpáros ügyességi versenyen tudnak részt venni a gyerekek, van egy, ahol közlekedési totót töltenek ki a kolléganő segítségével, illetve van egy, ahol különböző társasjátékokat tudnak kipróbálni, ez mind a közlekedés biztonságához kapcsolódnak, memóriajáték, kirakójáték, illetve van a kollega, aki a robotot mutatja be nekik, és kipróbálhatják, táncolhatnak vele, tornázhatnak vele. Tehát én is látom előadások során, hogy felkelti a figyelmet, nagyon figyelnek, gondolkodnak a gyerekek rajta, ugyanis van egy olyan kérdése a robotnak, illetve azt mondja a robot, hogy ez egy nehéz kérdés lesz, ha jó választ kapok rá, akkor lenyomok pár fekvőtámaszt, és a gyerekek ugye nem akarják elhinni, hogy ez a robot fekvőtámaszt is képes csinálni, és ezért látszik rajta, hogy gondolkodnak, hogy mindenképp szeretnék meglátni azt, hogy a robot hogy csinál fekvőtámaszt. A kedvező hitelkondícióknak és a csoknak köszönhetően a térségünkben is fellendült a lakásvásárlási kedv. A Karcag Televízió annak járt utána, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyha lakást szeretnénk vásárolni. Egyre többen vásárolnak ingatlant a csoknak és a kedvező hiteleknek köszönhetően. A szakértő szerint azonban érdemes már most elkezdeni az előkészületeket, hogyha nyáron már új otthonunkba szeretnénk költözni. Legtöbben úgy gondolják, hogy a nyár az a klasszikus időszak, amikor a lakásvásárlásba, ingatlanvásárlásba gondolkozunk, hiszen az az általános sztereotípia él bennünk, hogy senki se szeret az esőbe vagy a hóba cipekedni, szekrényeket pakolni, azonban nem állt figyelembe venni, hogy egy átlagos ingatlan ügyletnek a lebonyolítása az előkészítéstől a kulcs átadásig bizony akár 4-5 hónapot is igénybe vehet, tehát ha azt mondjuk, hogy valamikor decemberben tudunk megállapodni egy lakás vásárlásában, akkor egyáltalán nem példa nélkül, hogy a kulcsok majd márciusban kerülnek hozzánk, tehát még most sem késő azoknak a lakásvásárlást kezdeményezni, akik ebbe gondolkoznak. Ez egy nem rövid folyamat, hosszú előkészítésre van szükség. A legfontosabb lépés a pénzügyi költségvetés összeállítása. Fontos, hogy alaposan tájékozódjunk a hiteltermékekről és a csokról is.
amennyiben bármilyen hitelterméket vagy családi otthonteremtési kedvezményt akarunk igénybe venni, akkor a legfontosabb kérdés, hogy előzetesen a hitelt, illetve a csokkot folyosító pénzintézeteknél nagyon alaposan tájékozódjunk, az ott kapott tájékoztatást akár interneten is ellenőrizzük le, vagy akár több pénzintézethez is menjünk be, ugyanis nagyon ezeknek a támogatások bár járnak, de nagyon kellemetlen következményei vannak a folyosítás során, hogyha egy ügyintéző hibájából vagy félreértésből erőnek valamilyen igazolásunk nincs meg, és utólag kell beszerezni, ez az adásvételi szerződés elhúzódásán esetleg ugye még a meghiúsulását is okozhatja, és ugye gyakorlatilag minden az ügyfélen csapódik le, tehát akinek a foga fáj, az tartsa a nyelvét rajta, tehát az ügyfél helyett lényegében senki nem tudja átvenni ezt a szerepet, hogy minden igazolás legyen meg. Amikor az ügyfél kiszámolja, hogy mennyi hitelbe fog részesülni, mennyi támogatásra fog kapni az államtól, illetőleg, hogy mennyi önrész elbír, akkor érdemes ennek alapján a lakás keresésbe, vagy az ingatlan keresésbe belefogni. Ennek során, hogyha megtaláltuk a nekünk tetsző ideális ingatlant, amit úgy látunk, hogy meg is tudunk venni, tehát a vételárba is meg tudunk állapodni az eladóval. Nagyon fontos, hogy mielőtt még bármilyen foglalós papírt, vagy előszerződés, vagy kockás papírt aláírnánk, először forduljunk jogi vagy ingatlanforgalmi szakértőhöz, hogy az az ingatlan, amit meg szeretnénk vásárolni, az általunk elképzelt feltételekkel megvásárolható-e, valóban az-e a tulajdonos, aki magát feltünteti, illetőleg, hogy az ingatlan bír azokkal a tényleges tulajdonságokkal, amit az eladó állít. Az esős téli időjárás következtében károk keletkezhetnek a lakásunkban. Érdemes lakásbiztosításunkat ellenőrizni. Az őszi időszak az épületek vizesedését, leázását veszélyezteti, karácsonykor pedig a tűz veszélyének van kitéve otthonunk. Egy jó lakásbiztosítás azonban segíthet, ha megtörténik a baj. Többféle esemény következhet be gyakrabban, mint az év más időszakában. Ez például a víz által okozott károk, ilyenkor esős időszak van, tehát jöhetnek mindenféle beázások, leáztatások, leázások, ami a kívülről érkező víz. A csőtörések is érdekes módon, nem tudom, hogy miért, de valószínű, hogy a hideg, a meleg, a hőtágulás, aztán utána majd decemberben már jönnek a fagyások, és az is egy kicsivel gyakori szokott lenni. És akkor ugye hozzájön a karácsony, még pluszban habatortán. Olyankor pedig inkább a tűzkárokkal szoktunk sajnos foglalkozni többet, mint az év más időszakában. Én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy ilyenkor célszerű körültekintőbbnek lenni ebben az évnek ebben az időszakában. Nagyon fontos, hogy minden nyílászárónk legyen bezárva. Nagyon fontos, hogy ellenőriztessük is a nyílászáróinkat. Nem csak az, hogy hőszigetelve van-e megfelelően, hanem hogy vízszigetelve van-e megfelelően. Nagyon sok ablakbeázást látunk, mert az ablakok környéke, tehát ahol az ablak a fal felületekkel érintkezik, nincsen jól vízszigetelve. Nagyon sok új nyílászárót látunk, amit nem olyan régen építettek be, és azt hiszem, tulajdonképpen minden a világon a legnagyobb rendben van, mert a fűtésszámlám csökkent. És akkor jön, hogy nincs minden rendben, amikor jön egy eső, főleg, hogyha az esőnek iránya is van, mert ez széllel párosul, és olyan irányból jön, ahonnan nem kellene, mondjuk a nyílászárónkat úgy éri, hogy egyből megtalálja az utat a víz befele. És hát ilyenkor különböző problémák keletkeznek, ezeket leázásoknak hívjuk. Na, itt jön a biztosító, amikor azt mondjuk, hogy ha ezek az események bekövetkeztek. Vagy karácsonykor egy tűzesemény bekövetkezett, mert figyelmetlenek voltunk, mert nem oltottuk úgy el a csillagszórót, vagy a gyertya évre maradt a fenyőfán, bármi bekövetkezhet, vagy éppen a kacsatepertőt sütöttük a gáztűzhelyen. A tűzkár is tud komoly problémákat okozni. Azt tudom mindenkinek javasolni, hogy egyrészt a körültekintés legyen előtérben, másrészt pedig mindenre biztosítást kell kötni. Ma egy korszerű ingatlanbiztosítás, ingóságbiztosítás, az tudja ezeket a kockázatokat. Tehát, hogyha beázás van, kívülről érkező víz van, csőtörés van, biztosítók ezeket a keletkező károkat megtéríthetik. Ugyanígy a tűz.
Általában tűznél azt mondjuk, hogy egyetlen egy esetben nem térítenek a biztosítók, amikor én saját magamnak okoztam valamilyen bűncselekmény biztosítási csalás elkövetésének szándékával. Egyébként minden más esetben tűzoltó szakhatóság szakvéleménye alapján a biztosítók térítenek. Tehát nagyon fontos, hogyha tűz keletkezett, még ha eloltottuk, akkor is a tűzoltóságot ki kell hívni, készüljön jegyzőkönyv. Sokan megfeledkeznek róla, de a lakásbiztosításokat is évente felül kell vizsgáltatni, hogy minden kockázatra megfelelő legyen. Évente újabb, korszerű kockázatokkal próbálnak a piacon megjelenni, és próbálják követni a piaci igényeket, változásokat. 15 évvel ezelőtt biztos, hogy nem kellett még LED TV-t biztosítani, mert hogy nem nagyon volt. Ma például ezekre is kell fedezetet adni, tehát igen, érdemes évente, két évente felülvizsgáltatni a meglévő szerződésünket, megnézni, hogy minden benne van-e, volt-e valamilyen változás a vagyonunkban, kell-e ezen változtatni, vagy nem, ezt a szakember meg tudja mondani. A tiszafüredi disznótort kísérő rendezvénye volt a Pálinka Mustra. Sokan neveztek a kiváló magyar termékekkel a megmérettetésre. Közel 30 pálinkát neveztek be az első tiszafüredi Pálinka Mustrára. A standokon megtalálható volt a hagyományos szilva és birs pálinka mellett a kuriózumnak számító sütőtök és málna pálinka is. A pálinka készítés fontossága pedig az, hogy olyan alapanyagból készítsük a pálinkát, amit egyébként megennénk. És amennyiben jó az alapanyag, akkor jó a végtermék is. Itt jelenleg, ha jól tudom, olyan 30 fajta pálinkát fogunk zsűrizni. Szempontok, a zsűrizési szempontok először is az érzékszervek, ugye az illat, az íz, a küllem és a tisztaság. És remélem, hogy nagyon, nagyon jó pálinkákat fogunk kóstolni. Abác Halók is nevezett pálinkával a versenyre. A város vezetője elmondta, hogy a hagyományos disznótorok elmaradhatatlan kelléke volt a pálinka. A disznótor időszaka az hideg időben szokott lenni, úgyhogy szükséges mindenképpen a kellő pálinka mennyiség is a vér hígításához. Mi szőlőpálinkát hoztunk, és hát a hölgyeknek egy különleges diólikört, zöld diólikört. Bujáki József pálinka különlegességeket hozott Tiszafüredre. A nagykörűi mester pálinkája kedvelt volt a Pálinka Mustrán a nézelődők körében. Most 7 fajta pálinkát hoztam, birs pálinka, irsai olivér sütőtök, málna, barack és cseresznye, mivel nagykör a cseresznyéről híres. Ezen kívül van egy nagyon jó borász barátom, aki a Kontyos borász Szeged mellett, és őneki a Eper Forral borját áruljuk, és a nagykörű cseresznye borból készült forralbort készítünk. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!